Köszöntöm nézőinket! Mai műsorunkban szó lesz egészségről, filmekről, nőiségről és humorról is. Mutatjuk a részleteket, tartsanak velünk! Mai műsorunkból a Kolozsvári Humorfesztiválra is ellátogatunk. Rendelő rovatunkban az energiaitalok káros hatásairól beszélgetünk dr. Frigy Attilával. Mozizom rovatunkban németelőtt kollégánk ajánl filmeket a hétvégére. Ciklustudatos étkezés, szakértő válaszol. Három év kihagyás után újra megszervezték az Erdélyi Humorfesztivált. A 17. kiadáson a számos hazai és külföldi előadón túl újra megrendezték az amatőr humoristák vetélkedőjét, ahol új tehetségek bukkantak fel. Október 6 és 8-a között került sor a 17. Erdélyi Humorfesztiválra. A rendezvény története lassan két évtizedre nyúlik vissza. Egykoron a Szomszédnéni produkciós iroda projektjeként indult. Jelenleg György Botond és András Előd humoristák szervezik emberfeletti odaadással. Néhány év kihagyással, természetesen ez lassan 20 évvel ezelőtt kezdődött, amikor én még nem is gondolkodtam azon, hogy egyáltalán valaha is ezzel fogok foglalkozni. Úgyhogy ha jól emlékszem, akkor még az első humorfesztivált azt a Szomszédnéni produkciós iroda szervezte, itt valamelyik kolozsvári iskolának a dísztermében. Szóval azóta azért szépen kinőtte úgymond magát, és hát éppen beszéltük Botival, hogy hát ha össze tudjuk majd úgy hozni az évek során, hogy legközelebb a polivalens teremben, vagy akár a kolozsvári arénában legyen a humorfesztivál. A három évnyi kihagyás alatt új tehetségek is felszínre bukkantak, így az amatőr humoristák vetélkedőjének a megszervezése is időszerűvé vált. Az Erdélyi Humorfesztivál létrejötte óta gyakorlatilag fontos a tehetségek felfedezése, és a Szomszédnéni produkciós iroda, amikor megálmodta a humorfesztivált, már az első alkalomtól arrafele mindig volt humoristák versenye. Ahogy én is bekerültem a szervezők közé, én azt javasoltam, hogy legyennek egy ilyen megszakítása, és két évente vagy három évente tartsunk humoristák versenyét. Mégiscsak láttuk azt, hogy egyre kevesebben jelentkeznek, és nem szerettük volna, hogyha csak úgy valakinek odaadjuk a díjat, hiába kette-hárman jelentkeznek, nem legyen ennek egy súlya, de ennek egy kis idő, próbáljuk népszerűsíteni. És ugye három éve nem volt humorfesztivál, éppen ezért idén nem is fordult meg a fejünkbe, hogy ne szervezünk versenyt, hiszen ez egy lehetőség. Azt gondoljuk, hogy mindenkinek van egy jó sztoria, hogyha egyéb nincs is, egy 5 percet tud készülni. Így kerültem ki én is, Zsók Levente, Felmeri Péter, akik jelenleg is még humorral foglalkoznak, illetve András Előtt kollégám is, és ezért is tartjuk fontosnak, hogy ez egy lehetőség. Aztán vannak olyanok, akik megnyerték a humorfesztivált, azóta már éppen vállalkozó, vagy temetkezési vállalkozó, tehát megkapta mindenki a helyét az életbe, de bízunk benne, hogy ez egy jó lehetőség. A versenyre összesen 8 személy jelentkezett. 5 perces egyéni műsorral álltak a zsűri és a humoros történetekre éhező közönség elé. Nekem volt egy nagybátyám, aki folyamatosan kérdezte, hogy előtke? Na mikor? És minden egyes családi lakodalomnál mondta, na előtt, te következ. Aztán hét után egy temetésen én is mondtam, hogy János bácsi. A főnyeremény 5000 lej volt. Nagyon szeretem a stand-upot, kiskorom óta nézem a Shoulder Clubot, és mindig is szeretem ezt csinálni szabadidőmben. Egy éve csinálom ezt, tehát általában románul, de most harmadjára fogok magyarul fellépni, és alig várom. A 17. kiadás középpontjában mind arculati, mind kommunikációs szempontból a légy motívuma állt. Kerestünk egy kapaszkodót, ami ott van mindenhol, ami rólunk szól, ami akár beszél, akár valami hangot ad ki, és azért esett a légyre a választásunk, mert elég sok szópoént rá lehet építeni, a légy viccestől elkezdve a legyes legújabbig, ami a szlogenet is adta, illetve hogy ugye zümmög ott van mindenhol, másképp látja a világot, ha az asztalra leszáll, néha idegesítő is tud lenni ezt, akár humoristák is lehetnek ilyenek a társadalom számára idegesítőek, hiszen társadalom kritikusoknak is kell lennünk, viszont azt gondolom, hogy ebben a légyben megtaláltuk mi az elkövetkező időszakban a jelképet, és ezt tovább fogjuk vinni, tehát nem csak az idei kiadásra összpontosul. A rendezvény nagy számban vonzotta az érdeklődőket, a szombati napon teltház fogadta a fellépő humoristákat. Nagyon-nagyon sokan örültek, hogy végre újra van humorfesztivál, ami azt jelenti, hogy az egyetemi hallgatók is fölkapták a fejüket,
fejüket, a kolozsváriak is fölkapták a fejüket, annak ellenére, hogy a szomszédnéni meg Felmeri Péter megint néha mi is ellátogatunk Kolozsvárra időközönként, de hogy azért a Humor Fesztivál az egy teljesen más program. A szervezők életében is kiemelkedő szerepe van a Humor Festnek, mindketten egykori nyertesei a vetélkedőnek. Nagyon sokat köszönhetek a Humor Fesztiválnak, ezért számomra tényleg nagyon-nagyon fontos, hogy ez éljen, fejlődjön, és hát ha lehet, akkor természetesen évről évre jobb legyen, évről évre minél nagyobb közönséget megmozgasson, és tudjunk egy kis nevetést csalni az emberek hétköznapjaiban, mert most már egyre kevésbé nevetünk, egyre kevésbé hangolódunk olyan dolgokra, amik kicsit kikapcsolnak, mindenki rohan, mindenki éli az életét, úgyhogy ez egy jó alkalom arra, hogy kicsit együtt legyünk és nevessünk. Itt vannak a kollégák, ez egy találkozási pont, itt kikapcsolódunk, szoktunk ilyen humorista simogató partikat is, ilyen aftereket nyomni, nyilván a közönséggel is találkozunk, az ismerősökkel, a fellépőknek akár feleségeit is meg tudjuk ismerni, az nem szokott olyan sűrűn változni, de hogy azt gondoljuk, hogy ez nekünk is egyfajta ilyen csapatépítő elleggel fontos. A rendezvényt Ács Fruzsina és a Humorfest ötletgazdái a Szomszédnéni fellépése zárta. Emellett pedig kihirdették a 17. Erdélyi Humor Fesztivál vetélkedőjének a győztesét is, aki nem más, mint Forgács Rudolf. Egy kutatás szerint az energiaitalok olyan egészségügyi problémákat okozhatnak, mint a megemelkedett vérnyomás, szabálytalan szívverés, görcsök, a stroke és a szívroham. Egy másik tanulmány szerint pedig az egészséges fiatal felnőttek esetében már egyetlen doboz energiaital is károsíthatja az ereket. Mindezek ellenére napjainkban a fiatalok előszeretettel fogyasztják az éberséget, fittséget ígérő italokat. Kardiológust kérdezünk a témában. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta. Dr. Frigy Attila, kardiológus főorvos a vendégünk, szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok, én is köszöntöm a nézőket és önt. Annak ellenére, hogy ugye népszerű italról van szó, az energiaitalok esetében szerintem sokan nem is tudják, hogy konkrétan milyen összetevőből áll, össze is téveszthetik egy hagyományos szénsavas üdítőitallal. Miben különbözik ez? Tulajdonképpen a felvezetőre szeretnék egy röviden reagálni, és aztán elmondom ezt is, hogy valóban az energiaitaloknak tulajdonképpen a problematika ott kezdődik, hogy ki mennyit és miért iszik, és erre majd vissza fogok térni. És tulajdonképpen ez a kulcsa az orvosi vonatkozásoknak is, hogy tulajdonképpen kik azok, akik fogyasztanak energiaitalt, milyen mennyiségben, és miért. Tehát ez is egy nagyon fontos indirekt, tehát nem közvetlen aspektus ennek a problémának. Egyébként nem ördögtől valóak az energiaitalok, tehát nem szó sincs arról, hogy kábítószer vagy egyéb tiltott szerek csoportjába tennénk ne őket. Nem, tehát ez egy tévedés volna. Ugye, hogy például ugye cukrot is használunk, és sokan azt mondják, hogy cukorméreg vagy fehérliszt, tehát azt is használjuk ezeket az élelmiszereket. Nyilván itt nem egy élelmiszerről van szó, ezt szeretném tisztelni, egy szénsavas, elég magas cukortartalmú, főleg koffeint tartalmazó, és ez a kulcs, hogy koffeint tartalmazó, sokszor kellemes ízű, és ezért csábulnak be a fiatalok, folyadékról van szó. És persze vannak egyéb kiegészítő elemek is, amelyek csak a taurint említsem, amelyek nagyon, igen, taurin, amelyek nagyon hangzatos a neve. Ami valóban, tehát vannak kedvező hatásai, tényleg ugye a cukornak az izmokba való, a kálciumnak az izmokba való behatolását segíti, tehát ténylegesen a fáradtságot úgymond megelőzi, vagy a fáradási érzetet kitolja, és B-vitamin csoportnak tagjai, és különböző egyéb serkentőszerek bekerülnek. Tehát nyilvánvaló, hogy hatnak ezek az energiaitalak. Most a kérdés, hogy visszatérjek az első gondolatomra, hogy ki fogyasztja ezeket az energiaitalokat, mert mondjuk tényleg az éjszaka közepén egy úton, ha elfogyasztunk egy energiaitalt, mondjuk kávé helyett, vagy akkor azzal nincs semmi gond,
Vezetéshez éberen szeretnénk maradni, vagy ténylegesen egy nehéz napunk volt, és valamilyen olyan aktivitást kell végeznünk, amelyhez szükséges az, hogy éberek legyünk. Tehát megvan a funkció ezeknek az italoknak, nyilvánvaló. Viszont abban az esetben, hogyha csak mint élvezeti szert használjuk, tehát mert kellemes az íze, és tényleg valamilyen jobban, tehát fel vagyok dobodva tőle, tehát ilyen szempontból, és főleg a fiatalok használják, akkor ott már valóban azok a bizonyos kardiovaszkulális problémák, amiket említett, azok problémát jelenthetnek. Tehát itt, amiket felsoroltam a kutatásokból, ami kiderült, ez ennek van valós alapja? Tehát valóban ilyen kockázattal is járhatnak az energiaitalok? Természetesen. Tehát ahol nagyobb kockázatot látok én, tehát a fiatal korosztály, akik sajnos nem ismerik a mércét. Körülbelül tehát, hány éves korig beszélünk? Hát 18-20 éves korig mondjuk, tehát nyilvánvaló. Tehát, és sajnos pont a kamaszoknál, tehát mondjuk az 12-20 éves korban, épp nemrég olvastam egy statisztikát, hogy 70-80% ezeknek a fiataloknak iszik energiaitalt, hanem is nagy mennyiségben, nem kóros mennyiségben, de kipróbálja, iszik. És nyilvánvaló, hogy ennél a korosztály, de nem csak nyilván, hanem az idősebb korosztály is abban az esetben, hogyha túlzásba viszik az energiaitaloknak a használatát, tehát még egyszer egy energiaital egy nap nem kóros dolog, főleg, hogyha megvan a funkciója, az éberrendtartás. Igen. Akkor kezdődik a probléma, hogyha olyan, tehát főleg fiatal szervezetek és gyakorlatilag nagyobb mennyiségben történik a fogyasztás, mert akkor előjönnek a mellékhatások. Mi számít nagyobb mennyiségnek? Melyik az a mennyiség, ami már gondot okoz? Hogyha koffeinben gondolkodunk, ugye azt szoktuk mondani, hogy 200 mg koffein az egészséges dózis, az nagyjából 2-3, mondjuk 3 eszpresszónak felel meg. Na most ezek nagyjából 60-70 mg koffein tartalmaznak ezek az italok, akkor azt mondjuk, hogy 2, mondjuk 2, max 3 már egy felnőtt szervezetnél. Fiataloknál nyilván kisebb adagok is már elegendőek. Különbözik valamiben a kávétól mondjuk a koffein, nem csak a tartalmát illetően, hanem hogy milyen minőségben van benne, vagy hogyan hat a szervezetre? Különbség van, hogy az energiaitalban lévő koffein, illetve a kávéban lévő koffein hogyan hat? Alapjában nem, viszont az energiaitalokban vannak olyan adalékok, amelyek esetleg a koffeinnel additívek, tehát még a koffein hatását fokozzák. És akkor itt szeretném elmondani, hogy tulajdonképpen tehát a mértéktelen energiaital használat, az valóban ugye koffein, az nagyon jól ismerjük azt a jelenséget, hogyha valamivel több kávét fogyasztunk hirtelenjében, valamilyen oboki főleg, akkor elkezd ugye dobogni. Tehát szimpatikus idegrendszeri tünetek jelennek meg, magasabb szíver és akár aritmiák is. Vannak olyan emberek, akik nagyon érzékenyek a koffeinre, tehát már kis dózistól is akár ritmuszavaraik lehetnek, nem csak az, hogy gyorsabban ver a szívük. Vérnyomás kiugrás, ingerlékenység, idegesség, álmatlanság, hogyha ez folyamatos ez a fogyasztás. Tehát, és ezt gondolom, hogy a korosztály csökkenésével még... Ennek nagyobb a szansza valóban. Igen. Tehát úgymond kevesebbtől megtörténnek ezek a mellékhatások. Én még egy olyan dologra szeretnék kitérni, hogy ugye azt mondtam, hogy fontos az, hogy kik, mennyit és miért. Tehát az, hogy ez a... Most beszélünk fiatalokról, de nem csak fiatalokról, miért issza azt az energiaital, mert ez egy nagyon fontos dolog. Az energiaital fogyasztás, az persze nyilván van egy célja az, hogy feldobjon, de lehet, hogy azért kell bennünket feldobjon, vagy kell feldobja a fogyasztókat, mert ott van egy életmódi probléma. Tehát ez tulajdonképpen egy jelzője is annak, hogy nem pihenek eleget, nem alszom eleget, nem rendezem úgy az életemet, egészségesen az életemet. Tehát itt látok egy csapdát. És ezekkel akarja kárpótolni, vagy ezekkel akarná normalizálni a helyzetet? Az üres energiákról nem is beszélem, elég magas a cukortartalom, tehát csak cukor megy be, tehát nem mennek be tápanyagok. Tehát ez is egy káros dolog. Hogyha ugye gyakran nyúlunk serkentőhöz, hogyha ez a kiváltó ok, amiért energiaitalt fogyaszt, most tényleg maradjunk a fiataloknál, mert hogy ott jobban szembe tűnik, mint hogyha trend lenne akár energiaitalokat fogyasztani. Ön mit ajánlana energiaital helyett, hogyha egy ilyen problémáról van szó, vagy ez fennáll?
Tehát nyilván a legjobb kezelés a megelőzés. Tehát egy olyan életmódot javasolnék, minél több mozgás, pihenés, tehát a különböző életmódi elemeknek a harmonikus, mondjuk azt, hogy beállítása, hogy ne legyen szükség energia, vagy minél kevesebb mennyiségre legyen szükség. Én ezt tudnám mondani, hisz mindenkinek az életében előfordulnak olyan szituációk, hogy ténylegesen valami egy kávét meg kell ígyunk, mert koppan le a szemünk, stb. Inkább a kávé akkor, ha már valamire szükség jó, van? Jó, mondjuk ez generációs történet is, tehát nyilván én inkább a kávén szocializálódtam, de el tudom képzelni azt, hogy akár egy velem egykorú, vagy idősebb, vagy bárki az energiaikat befelejt, a mennyiségről van szó tulajdonképpen. Tehát, hogy ne legyen egy abúzus, ne legyen az, hogy most már energiaitalokkal tartom magam egy bizonyos energiaszinten. Viszont az energiaitaloknál nem lehet azt, hogy feltétlenül nem teszünk bele cukrot mondjuk, tehát a kávét azt még lehet úgymond egészségesebben is fogyasztani. Lehet, hogy van zéró cukortartalmú energiaital is, de hogy ott nagyobb a kocka, vannak még más tényezők is. Milyen jelek utalhatnak arra, hogy valaki túl sok energiaitalt fogyasztott mondjuk? Tehát nyilvánvaló, hogy a hát koffein, ha nem is mérgezés, de túladagolásnak a tünetei azok, amelyeket elmondtam, tehát főleg a nyugtalanság, stresszesség, tehát tulajdonképpen derültékből valaki nyugtalan, nyilván a testi tünetek, izzadás, szívdobogás. Mit kell tenni ebben az esetben? Fájás, stb. Hát ilyen esetben nyilvánvaló minél több folyadékot kell fogyasztani, hogy tulajdonképpen turbózott veseműködéssel, tehát a vizeleten keresztül tudjuk eltávolítani a fölös koffein mennyiséget. Tehát a folyadék beviteli ilyenkor nagyon fontos, és nyilvánvaló, hogy ha nagyon rosszul van valaki, akkor természetesen orvosi segítséget kell kérnie. Még egy utolsó kérdés, hogy ön találkozik olyan esetekkel, vagy gyakran találkozik olyan esettel, amikor el kell mondani, hogy vissza kell venni a, mondjuk az energiaital mennyiségének a fogyasztásából? Természetesen találkozom ilyen esetekkel. Uh-huh. Fiatalok, akik szívdobogásra panaszkodnak arra, hogy folyamatosan feszültek, akár vérnyomás kiugrásaik is vannak, és akkor végigvesszük az lehetséges okokat, mert fiatalán nem gondolok arra, hogy valami szervi betegség van, tehát stressz, esetleg egy vérszegénység, esetleg egy pajzsmirigy probléma, és akkor jön a dohányzás, kávé, energiaitalfogyasztásnak a problematikája. Tehát rendszeresen és rutinszerűen rákérdezek erre dologra. Köszönöm szépen a beszélgetést, tehát amit fontos megjegyezni, hogy inkább a megelőzés, pihenje ki mindenki magát megfelelően, és akkor nincs szükség a serkentőkre, de ha mégis, akkor egy vagy maximum kettő doboz energiaitalra kellene redukálni ezt. Hát igen, ez volna logikus és egészséges. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen én is. A rovatot a Gedeon Richter Románia támogatta. Folytatjuk műsorunkat egy kis mozizással. Német Előd ajánl nekünk filmeket a hétvégére. A Mozizom következik. Üdvözlöm a nézőket! Lássuk, milyen új művészfilmek nézhetőek az erdélyi mozikban. Mifelénk is nézhető már a mozikban a számos európai fesztiválon sikerrel szereplő mexikói film A Totem. Történetének főszereplője a 7 éves Saul, aki a napot a nagyszülei házában tölti, a javában folynak az előkészületek egy meglepetés születésnapi bulira édesapja számára. Conarete o sinarete? Conarete. No. Como te enseñé, papi? Telnek az órák és káosz támad a családban, ami próbára teszi a kapcsolatukat, és Saul olyan leckét tanul, amely meghatározó lesz számára további életében. A remek színészeket felvonultató családi dráma és felnővés történet igazi filmkülönlegesség, amely üdítően hat a mozikban szereplő commerce filmek után. Yeah.
Egy amerikai sztori is nézhető a mozikban a Reality címmel, ami egy valós eseményt mesél el. Look, you've had a good career. I don't think you're a big bad master spy. I think you just messed up. Főszereplője Reality Winner egy volt amerikai hírszerzési szakember, akit az eddigi leghosszabb büntetésre ítéltek, amiért egy e-mail révén jogtalanul adott ki kormányzati információkat a médiának a 2016-os amerikai választásokról szóló titkosított nyomozott iratokból. Reality. What if I said that you printed out classified information? That document has made its way outside of NSA. And the most likely candidate is you. Now why I'm here is to figure out the why. Az HBO produkciójában készült film egyszerűen, de meggyőzően mutatja be egy idealista fiatal nő viszontagságait a kortárs politika ellenmondásos valóságában. Was there something that just pushed you over the edge on this? Köszönöm szépen a figyelmet, ez volt már a Mozizom, találkozunk jövő héten is. Manapság egy nőnek nagyon sok szerepben kell helytállni, így a női természetes ritmus gyakran háttérbe szorul, vagy teherré válik. Írja könyve bevezetőjében Dali Halmágyi Csedén dietetikus, aki a női léttel együtt járó ciklus bizonyos szakaszainak jellemzőivel, illetve ezeknek az életünkre gyakorolt hatásával foglalkozik. Írásaiból rengeteg hasznos információt tudhatunk meg a ciklus tudatos életről. Ma igyekszünk fényderíteni arra, hogy miről is szól ez tulajdonképpen. Vendégem a sárga kanapén Dali Halmágyi Csedén dietetikus, a női egészség elkötelezett híve. Szeretettel köszöntelek. Köszönöm szépen a meghívást. Nagyon érdekes ez a téma, és akkor szerintem először tisztázzuk, hogy ciklus tudatos életvitel, miről is szól ez tulajdonképpen? Ciklus tudatosságra úgy kell gondolni, mint egy használati útmutatóra a női testhez. És úgy, ahogy dízelautóban nem tankolunk benzint, ugye a női testet sem érdemes férfi testként kezelni, vagy ahhoz viszonyítani a mindennapokban. A ciklus tudatosság egy olyan tudás, egy olyan önismereti szint, ami valamikor a miénk volt, itt a nőkre gondolok, de az évek során, az évszázadok során elfelejtettük, és olyanná alakult az életmódunk, ami férfias típusú helytállást igényel tőlünk a mindennapokban, és eltávolodtunk magunktól, leszakadtunk erről a természetes ritmusról. Sokkal inkább hátránnyá vagy gyengeséggé változott az, hogy ciklikusan működünk, mint egy erővé, holott ebből igazából rengeteget lehet meríteni, és hogyha tudjuk, hogy mit zajlik bennünk, és ehhez megpróbáljunk idomulni, vagy legalább gondolati és önelfogadási szinten közelebb kerülni hozzá, rengeteg terhet le tudunk venni magunkról. Tehát végre megérthetjük ezáltal, hogy miért reagálunk úgy, miért érzünk úgy bizonyos szakaszokban, hiszen ugye a ciklusról beszélünk, menstruációs ciklusról, és ez nem a konkrétan a menstruációra redukálódik le, hogy így most szépen magyarul kifejezzem magamat, hogy 2-3-4 napra, hanem itt az egész életünkről beszélünk tulajdonképpen, és mindegyiknek megvan a jellemzője. Te hogyan kezdtél el érdeklődni iránta, mi vezetett el idáig? Én mindig is egy érdeklődő, kíváncsi típus voltam. Nagyon érdekelt, hogy a dolgok miért történnek úgy, ahogy. Nem igazán nyugtatott meg, hogy a női lét az már csak ilyen nehéz, hogy vannak vérzéses napok, fájdalmas, a hangulatingadozások, hát ezek a velejárói a dolgoknak. Valahogy szerettem volna megérteni, hogy ez miért működik így, és elkezdtem utána járni a témának, és rengeteg aha élményem volt, és megértettem, hogy igen, ennek így kell működnie, és van ennek egy oka, amiért így működünk, amiért bizonyos napokon fáradtabbak vagyunk, máskor energikusabbak, amikor nehezebb a stressztűrő képességünk, vagy rosszabb a stressztűrő képességünk, és nagyon felszabadító élmény volt megérteni a mi érteket. Mi mindenre van hatással tulajdonképpen a ciklus egyes szakaszai, mondjuk? Mindenre gyakorlatilag, ez a rövid válasz, a hosszabb válasz pedig az, hogy meghatározza a
az energiaszükségletünket, az alvás ébrenlét állapotainkra is kihatással van, a teherbíró képességünkre, az izomépítési sebességünkre, képességünkre, gyakorlatilag az étkezésre, mit kívánunk épp, pontosan, vagy mi az, ami jót tesz a testünknek is akár. Az étvágyunkra, mindenre kihatással van, és normális esetben, hogyha nem tértünk le már nagyon rég arról az útról, ami a ciklikus működésünket támogatná, akkor ezek a kívánosságok, ezek egy valódi szükségletnek lennének a megnyilvánulási formái, viszont az, hogy a vérzéses napok előtt csokit zabálunk, az nem igazán a testünknek a szükséglete, hanem ez egy jelzés, a nagyon erős sóvárgás is egy jelzés felénk, hogy valamit régóta nem kapok meg. És ezzel pótoljuk, ami nem biztos, hogy feltétlenül jó lenne a pontosan testünknek. Pontosan, nem azt válaszoljuk rá, ami valóban hiányzik neki, mint hogyha éhesek lennénk, és evés helyett vizet innánk, olyan gyakorlatilag ez. Az egész ciklusunk egy életjelként tekinthető olyan nekünk, a menstruáció jelenléte, az ovuláció tulajdonképpen, mint egy ötödik életjel. Ha minden rendben van, akkor működik, és jelzi azt, hogy rendben vagyunk, hogyha rendszertelen, olykor kimarad, különböző kellemetlenségeket tapasztalunk, az jelzi, hogy valami félre csúszott, és térjünk vissza a nekünk egészséges vonalra. Tehát ahogy egyre intelligensebbek lettünk egyféleképpen, úgy egyre jobban eltávolodtunk, tehát régebb közelebb voltak, sokkal jobban figyeltek erre a dolgokra a nők? Igen, és ez annak volt köszönhető, hogy természeti népek voltunk. Lassabb volt az életritmusunk, nem volt mesterséges fény, amit éjjel-nappal használunk, és a női ciklusra nagyon komoly hatással van a holdfény. Ezt kutatásokban is megpróbálták imitálni, hogy egy bizonyos erősségű lámpával világítottak a sötét szobában, és már csak az, hogy a ciklus bizonyos napjain égett az a fény éjszaka, be tudták rendszerezni a vérzést. Fú. És régebb, amíg nem értünk természetellenes fényben, amíg nem kaptunk fehér fényt naplemente után, addig a holdnak a fénye volt az, ami szabályozta a menstruációs ciklust. És ahogy felfedezték a villanykörtét, ahogy elindult az iparosodás, felgyorsult az életritmus, egyre több szerepben kell helytállnunk, egyre háttérbe szorul, egyre inkább az, hogy mire van szükségünk, hogy mikor kellene megállni, pihenni. Manapság már nem senkinek nincs meg, ideje vagy megállni, pihenni. Igen. Pontosan. És nem figyelünk erre kellőképpen. Beszéljünk erről, mert nagyon érdekes, hogy hogy kell elképzeljük a ciklus különböző szakaszait. És ugye neked van egy online könyved is, vagy e-book, ugye? Amelyben nagyon érdekesen írod ezeket le, de hagyom, hogy te mondd el, hogy mihez hasonlított tulajdonképpen a szakaszokat. A női ciklus 4 szakaszból áll, ami egy nagyon szép párhuzammal a 4 évszakhoz hasonlítható. A menstruációs ciklus ugye a leglátványosabb, azt mindenki tudja, hogy mikor van abban a szakaszban. Ezt a téllel tudjuk párhuzamba állítani, ilyenkor jobban érezzük a melegnek a szükségét, szívesen bekuckózunk, lelassulunk, a pihenés nagyon jót tesz, hogyha ilyenkor élünk a lehetőséggel. Ilyenkor alacsonyak a hormonszintek, sivárabb a helyzet belül. Ezt követi a follikuláris szakasz, ami a tavasszal állítható párhuzamba, ilyenkor belül a petefészkeink is elkezdenek rügyezni, és előkészülnek a virágzásra, ami az ovulációs szakasz és a nyárral hozható összefüggésbe, ilyenkor ovulációs szakaszban a legjobb az energiaszintünk, ilyenkor szépnek érezzük magunkat, szép a bőrünk, nem kívánjuk annyira az édességeket, szénhidrátokat, nagyon könnyű betartanunk egy szigorúbb diétát is ebben a szakaszban, és az ovuláció, hogyha sikeresen megtörtént, akkor ezt a luteális fázis követi, magyarul sárga testfázisnak nevezzük, amikor leginkább az őszre hasonlít belül ez a szakasz, ilyenkor elkezdünk lelassulni, jobban esik a befele figyelés, előjönnek a takaríthatnékok belőlünk a rendszerezés,
És ebben a szakaszban különösen érdemes odafigyelni arra, hogy mivel táplálkozunk, meg hogy mennyit pihenünk, mert nagyon komoly hatása lehet a menstruációs fájdalmaknak a luteális fázisban történő események szempontjából. Tehát ezek a főbb jellemvonások mind igazak minden női testre, vagy ez változhat egyébként? Gyakorlatilag minden termékeny nőre jellemzőek ezek. Az első menstruációtól a menopauzáig számítva ciklikusan működünk, a terhesség és a szoptatás ideje alatt szűnik meg ez a ciklikusság egy időre, de a szervezetünk újra felveszi a ritmust. Milyen szerepe van ezekben a szakaszokban a mozgásnak, étkezésnek, pihenésnek? Nagyon jó a kérdés, és kétélű is igazából, mert mozgással, étkezéssel, pihenéssel támogathatjuk is ezt az alapvető működésünket, amire úgy kell gondolni, mint egy alapprogram. Így vagyunk kialakítva, és ehhez, hogyha alkalmazkodunk, akkor minden jól fog menni, hogyha megpróbáljuk kikerülni, akkor lehet, hogy egy ideig, óráig működhetünk, de utána benyújtja a számlát a testünk, mert sokáig nem térhetünk el ettől az alapbeállítástól. Szóval étrenddel támogatni is lehet a ciklust. Vannak kifejezetten ovulációt támogató, magas tápanyagtartalmú ennivalók, mint a zöld levelesek, vagy a magas antioxidáns tartalmú bogyós gyümölcsök. Luteális fázisban, azaz a vérzést megelőző 2 hétben, 10 napban is nagyon fontos, hogy mit eszünk, hogy minimalizáljuk a feldolgozott élelmiszereket, mert ezzel el tudjuk kerülni a menstruációs fájdalmat, az extrém fáradtságot, a pattanásokat esetleg, az erős szőrnövekedést meg tudjuk előzni azzal, hogyha odafigyelünk ezekre. Vagy egy rendszertelen menstruációt is azt ezzel lehet neki küszöbölni, vagy normalizálni valamilyen szempontból. Abszolút. Mit tanácsolsz, hogy hogyan lehetne erre ráhangolódni, vagy mi fontos ehhez, hogy tényleg minél többet megtudjunk róla, és odafigyeljünk rá? Honnan szerezhetünk megfelelő információt? Mert nagyon jó, hogy például te ezzel foglalkozol. Én nem is hallottam még eddig valakit, aki tényleg konkrétan ezzel foglalkozna, úgyhogy biztos, hogy hasznos információkat nyújtasz, de hol? Meg lehet találni az e-bookomat a weboldalamon, a www.chediet.com oldalon, a kis e-book fülre kattintva elérhető bárki számára, bármilyen eszközről olvasható. Az volt ezzel a célom, hogy könnyen hozzáférhető legyen, mert ez egy olyan tudás, ami nagyon-nagyon értékes, és nagyon szeretném, ha minél többünk közel jutna ez, és minél közelebb kerülnénk magunkhoz általa. Első lépés lenne mondjuk az, hogy naplózzunk, vagy ezeket le is kell írni, hogy mikor mit élünk meg, azért ez fontos? Így van, így van. A naplózás nagyon fontos, és nem föltétlenül egy papír alapú naplózásra kell gondolni. Legtöbben már telefonos applikációban követjük a vérzésünk várható időtartamát, és már rengeteg tünetet hozzá lehet adni a napokhoz, és ez nagyon fontos, hogyha fejfájást tapasztalsz, a különböző emésztőrendszeri panaszokat, a hüvelyváladék minőségét, ez egy nagyon fontos jel, amit követhetünk. Az, hogy érzel-e alhasi szurkálást az ovulációt közelettével, meg ilyen dolgokat le lehet követni, és körülbelül 3 hónap alapos odafigyelés után már körvonalazódni kezd a fejünkben, hogy hogy is van ez a mi esetünkben, illetve a hőmérőzés, amiről ugyancsak szót ejtek a könyvemben. Szintén nagyon fontos, mert az alaptest hőmérsékletünkből következtethetünk arra, hogy az ovulációnk időpontja megérkezett-e, megtörtént-e, mennyire hosszú a luteális szakaszunk, rendben vannak-e a hormonjaink. Mivel ez még mindig valamelyes tabu témának számít a társadalmunkban, ezért biztos vagyok benne, hogy minden nőnek lenne kérdése ezzel kapcsolatban. Érdekes volt a beszélgetésünk is, tehát megtalálják a további információkat, ha rákeresnek a nevedre, illetve gondolom, hogy fordulhatnak hozzád bizalommal is, de hát a tudástáradat azt már megmutatod ott, és azzal is nagyon sokat tudsz segíteni. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, és kitartást még ehhez a kutató munkához, amit végzel. Én is nagyon köszönöm. Kulturális körútunkkal folytatjuk, megnézzük, mely erdélyi városban milyen eseményekkel várnak bennünket a napokban. A kimenő következik.
napot kívánok, sziasztok! Ma október 12-e van, csütörtök. 1492. október 12-én Kolumbusz Kristóf tengerésztiszt San Salvadori szigetére érkezett, és ezzel eljutott egy addig ismeretlen földrészhez, Amerika partjaihoz. Önök a kimenőt látják, hallgassák meg, milyen kulturális rendezvényeink vannak a napokban Erdélyben. Nagy Zoltán a nemzetközi hírnevű baszbariton egy rendkívüli hangverseny keretein belül most Marosvásárhelyre érkezik. A több mint tangó nevet viselő produkció október 17-én este 7 órakor veszi kezdetét a Vásárhelyi Kultúrpalotában, ahol közkedvelt piacollá tangók, Broadway dalok és egyéb népszerű művek is felcsendülnek. Nagy Zoltánt Bogdan Laketics, nemzetközileg elismert bécsi harmonika művész kíséri majd. Csak emberség van, és a gyilkolásnál is nagyobb bűn, ha valaki embertelen, ha valaki durva, ha valaki fennhéjázó, amiért egy kés sem elég megtorlás. A legnagyobb erény a lényegbe ható figyelmes tiszta szívűség, mert többet, gyökeresebbet úgysem tehetünk itt a Földön. Írja Kosztolányi Dezső 3 évvel az Édes Anna regénye születése után. És most mi az, hogy emberség, és mi az, hogy embertelenség? Egyáltalán kérdések-e ezek manapság? Édes Anna október 21-én este 8 órától a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. Ég és föld között 35 éve áll A padlás, ez a nagy sikerű félig mese, félig musical. Mikor e mese íródott, még nem is sejtettük, hogy a számítástechnika egyik legnagyobb portkavaró kérdése éppen a mesterséges intelligencia megjelenése lesz. Főhősünk Rádi, a kirúgott fiatal tudós olyan gépet alkot, amely arcfelismerő programmal rendelkezik, önmagát javítja, de ha kell, az időjárás is megváltoztatja egy pillanat alatt. Valamikor ez valóban a mesék világához tartozott, de ma már a Robinsonhoz hasonló gépek itt vannak a mindennapjainkban. A padlás október 18-án délután 5 órától a Nagyváradi Szigligeti Színház színpadán. Ennyi volt a mai kimenő, élvezzék ki a napsütéses és az olykor pedig esős őszi napokat. Vigyázzanak egymásra és magukra, valamint ne felejtsék el támogatni az erdélyi kultúrát a jelenlétükkel. Holnap új eseményekkel jelentkezem, viszontlátásra! Ma is számíthatnak a híradóra, ahogyan azt megszokhatták a Mozaik után 7 órától. Szia Réka, ma milyen hírekkel várod a nézőket? Szia, jó estét kívánok! Ülésezett ma a legfelsőbb védelmi tanács. Az ülés napirendjén többek között a fiatalok kábítószer fogyasztása is szerepelt. Ez ugyanis egyre aggasztóbb méreteket ölt Romániában. Bizonyos felmérések szerint már 10 éves korban kezdenek megismerkedni a drogokkal a gyerekek. Mutatjuk legfontosabb híreinket is röviden a folytatásban, és nem sokára kezdünk. Számítok figyelmükre! Családvédelem. Jogszabályt fogadott el a parlament alsóháza arról, hogy a szuper és hipermarketekben kötelező lesz olyan kasszákat működtetni, ahol nem lehet édességeket és egyéb egészségtelen termékeket forgalmazni, amivel a kisgyerekes családokat segítik. Felelősségbiztosítás. Az autók mellett hamarosan kötelező lesz a felelősségbiztosítás megkötése az elektromos rollerek és kerékpárok tulajdonosai számára is. Az intézkedésre azért van szükség, mert egyre több balesetet okoznak ezek az egyre nagyobb sebességre képes járművek. Gyergyószent Miklós. Ha építőtelepnek néz ki a város, az fejlődést jelent, mondta Kelemen Hunor az RMDS szövetségi elnöke Gyergyószent Miklóson, ahol egy teljesen megújult útszakaszt adtak át. A helyiek türelmét is megköszönte a munkálatok miatti kellemetlenségek elviselésében. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Mára ez volt a Mozaik, a napi színes. Holnap újabb tartalmas műsorral várom Önöket, ugyanebben az időpontban. Kövessenek bennünket akkor is. A viszontlátásra!